Ebben a videóban az almaecet fogyasztásban rejlő lehetőségekről lesz szó. Üdvözöllek itt, Újhelyi Szabolcs Zoárd. Amikor elkezdtem fogyasztani először az almaecetet, én is nagyon meglepődtem a hatásain. Már egy-két nap után éreztem a javulást az emésztésemben, majd később pozitív hatással volt a közérzetemre és az energiaszintemre is. Sokan mondják azt, hogy az almaecetnek magas a tápértéke, de ez valójában nem igaz. Nincs benne sok A és C vitamin sem, illetve alig találhatók meg benne például ásványi anyagok. Ami miatt az almaecetnek nagyon sok embernél jótékony a hatása, az, hogy ennyi betegségnél tudja segíteni a gyógyulást, az a benne található ecetsavnak köszönhető. Furcsa lehet persze sokaknak, hogy hogyan lehet jó egy sav a testünk számára, de éppen úgy, ahogy a citromban lévő citromsav pozitívan tud hatni ránk, ugyanúgy az almaecet is képes erre. Sajnos, ma még uralkodó nézet szerint a 21. századi ember szervezete el van savasodva a sok cukor és hús fogyasztása miatt. Ebben van valamennyi igazság, de amikor a test pH értékéről beszélünk, fontos azt tisztázni, hogy a testünk különböző részei más-más pH-val rendelkeznek. Tehát amikor savasodásról beszélünk, tisztázni kell azt, hogy mely testrészről van szó, túlsavas a vizeletünk, vagy a nyálunk, vagy a vérünk. Ma már a legnevesebb kutatók és orvosok az Egyesült Államokban tudják azt, hogy bár lehet, hogy a test egyes részei el vannak savasodva, de az emberek többségének a vére inkább az erősebb, lúgos irányba mozdult el. A vérünknek ideális állapotban enyhén lúgosnak kell lennie, de sajnos a kutatások egyre inkább azt igazolják, hogy a társadalom nagyobbik részének a vére erőteljesen lúgos hatású. A pH egy rendkívül fontos tényező a testünkben és főként a vérünkben. Az ásványi anyagok szállítása terén, illetve az enzimek működése szempontjából van kiemelt szerepe. A pH fontos kapcsolatban áll a pajzsmirigy működésével és illetve az egész anyagcsere folyamattal. Nos, az almaecetben lévő ecetsav rendkívül savas, 2,5 körül a pH értéke, vagyis kb. Annyi, amennyi a gyomorsavé. Emiatt először is az almaecet nagyon hasznos tud lenni a gyomornak. Meglepő módon gyomorégés esetén is hatásos az almaecet. 10-ből 9 esetben segíteni tud, annak ellenére, hogy elvileg egy savas állapotra savasat fogyasztunk. Ugye ez azért van, mert ellentétben a hiedelmekkel, ma már a gyomorégés és a refluxos tünetek többsége pont nem a túl sok sav miatt alakul ki, hanem éppen a gyomor lúgos irányba való eltolódása miatt. A lúgos víz fogyasztása is nagyon veszélyes, mivel hosszú távon felborítja a gyomor természetes savas állapotát, ami ahhoz szükséges, hogy az ételek megfelelően elő legyenek készítve a bélrendszer számára. Aztán ott van az a tény is, hogy az idősödés előre haladtával a gyomrunk pH értéke egyre magasabb lesz, azaz a lúgos irányba tolódik el, így 50 év felett egyre több savra van szükségünk, hogy az emésztésünk hatékonysága megmaradjon, hogy például a fehérjéket le tudja bontani a szervezetünk, vagy hogy az ásványi anyagok felszívódjanak. Ha szervezetünk túlzottan lúgos, nem tudja hasznosítani például a kálciumot. Ilyenkor az történik, hogy a kálcium raktározódik a látszövetekben, ennek jelei, hogy testünk ugye merev és feszessé válik, később pedig ugye köszvény, illetve az ízületi gyulladás alakulhat ki. A pH problémához kapcsolható a vesekkő, a vepekő, a fogkő megjelenése is a szervezetben. Az orvosok jól tudják, hogy a test ellúgosodását a kortizol stressz hormon is előmozdítja, ez benne van az orvosi könyvekben is. Ugye manapság a 21. században napi szinten rengeteg stressz hatásnak vagyunk kitéve, tehát a stresszből fakadó lúgosító hatás szinte mindenkinél
jelen van. Ha például téged az átlagosnál nagyobb stressz hatások érnek, nap mint nap mondjuk vállalkozó vagy menedzser, vagy olyan munkát végzel, hogy egész nap stressznek vagy kitéve, akkor bátran tudom neked ajánlani, hogy próbáld ki az almaecetet, mert szinte garantált, hogy segíteni fog. Rengeteg energiához fogsz jutni. Aztán, ha például rángatózik valakinek a szeme, vagy gyakran begörcsöl a lába, ezek is a kálcium hiány jelei, ami a legtöbb esetben a test lúgos állapotára utalnak. Ilyenkor is érdemes kipróbálni az almaecetet. Nagy valószínűséggel segíteni tud. A lúgos állapot további következménye a káliumvesztés, ugye a kálium hiánya magas vérnyomást, szorulást, gyengeséget, extrém fáradtságot és szívritmus zavarokat is előidéz. Ha ezekből az előbb említett tünetekből akár csak egy-kettő jelen van nálad, ugyancsak érdemes az almaecet fogyasztását kipróbálnod. Az Egyesült Királyságban végeztek olyan kutatásokat is, amelyekkel igazolták az almaecet koleszterin csökkentő hatását is. A kutatás végkövetkeztetése az volt, hogyha csak reggelente egy kanállal fogyasztunk az almaecetből, az hosszú távon jelentős mértékben hozzá tud járulni a koleszterin szint csökkentéséhez az erekben. Az almaecetet érdemes cukorbetegeknek is alkalmazni, több kutatás is foglalkozott már az almaecet és a vércukorszint kapcsolatával. És ugye nem csak cukorbetegeknek, de bárkinek, aki sok szénhidrátot, süteményeket, cukros ételeket fogyaszt, ajánlható az almaecet rendszeres alkalmazása, főként az étkezések előtt. És végezetül, amit sokan kedvelni fognak, igen, az almaecettel fogyni is lehet. Az almaecet fogyás segítő hatása azon alapszik, hogy csökkenti a már említett vércukorszintet, fokozza az anyagcserét, csökkenti az étvágyat is, illetve támogatja a testet abban, hogy kevesebb zsírt tároljon el a szövetekben. Az almaecetet úgy lehet a legegyszerűbben bevinni a szervezetbe, hogy egy pohár vízbe elkeversz egy vagy két kanálnyi tiszta almaecetet, esetleg adhat hozzá egy kis stéviát vagy valódi mézet is, és megiszod. Ajánlott mindig étkezés előtt meginni, de alapvetően bármikor lehet fogyasztani. Ha például érzed, hogy nagyon tele vagy, mondjuk egy bőségesebb étkezés után, akkor is ihatod. Ha almaecetet vásárolsz, akkor érdemes olyat keresned, amelyik egyfelől természetes erjesztéssel készült, másrészt pedig az üveg alján ott vannak az üledékek is benne, azaz nem volt leszűrve. A nem szűrt almaecet sokkal több tápanyagot tartalmaz, tele van például probiotikumokkal is. Bízom benne, hogy hasznosnak találtad ezeket az információkat, és tudtam neked segíteni. Kíváncsi vagyok a te tapasztalataidra is, oszd meg másokkal a hozzászólásokban, vagy közösségi oldalakon, ha pedig személyes kérdésed van, küldd el nekem e-mailben. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban az almaecetről volt szó. Köszönöm a figyelmedet, további szép napot kívánok neked!